Üdvözlök mindenkit, a mai nap ismét a hármas körösön fogok horgászni. Ez ugyanaz a hely, mint ahol pár nappal ezelőtt busáztunk, csak hát folyóvízi horgászatban ez a szép, hogy apadt egy métert a víz, és szinte egy teljesen más helyre jöttem ide most ki, másak a körülmények. Kövezésen kell horgászni, úgyhogy jóval bonyolultabb, viszont a pálya az legalább olyan jó, hanem még jobb lett. Úgyhogy mai nap is balos bottal busázni fogok, itt csak előttem pár méterre, jobbos bottal pedig pontyozni, azzal egy kicsit jobbra ki fogok dobni, találtam ott egy helyet, ahol nem akadós, ezt megetetem, és akkor kezdődhet is a horgászat. Az etetés az erjesztett kukorica lesz, szórok be pár lapáttal, csak oda ki a szélére. Jó mély itt a víz, egyből törik lefelé a part, úgyhogy lehet kint horgászni nyugodtan. Biztos, hogy itt a kövezésen keresgélnek a halak. Úgy. Hát ott lesz a pontyozóhely, busázó meg majd itt előttem, tényleg csak egy 3 méterre fogom bedobni. Az etető kosárba pedig kulkárpos ananászos etetőanyagot fogok rakni, illetve őrölt TTX-et, ennek a kettőnek a keveréke fog a pontyozó szerelésre menni az etetőkosárba. Szóval az előző horgászaton be is kevertem, a hűtőbe tároltam eddig, és raktam hozzá erjesztett kukoricát, és még amivel meg fogom bolondítani, az ananászos vajsavas aromával. Egy kicsit teszek hozzá. Ez szintén kulkárpos. Nem sokat, csak tényleg egy löttyintés. A szerelék, amit használok, ez a szokásos folyóvízi szerkum lesz, 70 g-os alagút kosár csúszóra szerelve, és egy ilyen jó 60 cm-es 25-ös fluorokarbon előke, illetve 4-es méretű horog van fönt. A főzsinór, azt pedig levettem a 35-est, és raktam fel egy 12-es fonott zsinort. Kíváncsi vagyok rá, hogy ezzel a fonottal hogyan tudok pecázni, és hogy miért 12-es, mert ez volt otthon feleslegben, amit nem használtam. Ennyire egyszerű. Legutóbbi pecán annyira jöttek a busák, hogy feladtuk a pontyozást, de akkor jóval szűkebb volt a hely. Most azért igencsak ki van itt ez nyílva, itt ez a terület. Jó, és akkor ennek a... ezt nem fogom sűrűn kikapkodni, az biztos, nyeletőfék kienged. És ha megindul, akkor tudja vinni, mert a másik bottal pedig remélem, hogy egy nagyon jó aktív peszát fogok tudni csinálni. Úgyhogy ez itt igazából csak egy bónusz hal lesz, hogyha sikerülne egy pontyot vagy egy szép amút fogni esetleg. Akkor térjünk át a busázásra. Most is kulkárt mixes busázó etetőanyag keveréket fogok használni. Legutóbbi pecából maradt meg, ugye 4 kilós csomagnak a fele. Általában ilyen 2 kilót szoktam egyszerre bekeverni. A szúnyog. Általában 2 kilót szoktam egyszerre bekeverni, ebbe a vödörbe ezt pont meg lehet oldani. És hogyha esetleg menet közben be kell szüntetni a horgászatot vagy valami, akkor nem marad a nyakamra bekeverve 5-6 kilónyi busázó kaja. Most már lehet keverni. 1, 2, 3 kisebb öntésnyi víz. Kéne venni már egy dézsát, csavarzót, keverőfejet. Egy perc alatt gyönyörűen el lehetne keverni vele. De jó ez. És akkor megint hátránya, hogy megint csak egyre több és több felszerelés kellene kihordani. Akkor mehet be a szerkó, és akkor arra pedig az etetés. Hát a hely egyébként most már talán egy jobban látszik, annyiban változott meg, hogy ugye lejjebb apadt az egész, tehát a víz nem közvetlenül itt a mellettem lévő részen folyik be, mert legutóbb ugye itt horgáztunk fönn, hanem itt ezeken a köveken szépen csordogál be. Tehát itt előttem is van egy kis patak, úgymond, ami így szépen jön befele. Tehát itt a kövek között itt elcsordogál, a kövek alatt inkább, és hogy itt az egész területen folyik be. Viszont oxigéndús a víz, az biztos, mert ott a köveken szépen habzik, lehet látni, és hogy
tuti, hogy állnak be ide busák erre a befolyó vízre is. A körös az odakint, mivel hogy kanyar külsőiben vagyunk, rohan elég becsületesen, egy ilyen 6-7 méteren, viszont itt előttem egy gyönyörű, visszaforgós, csendes rész van, és itt egy ilyen másfél-két méteres víznél nem lehet mélyebb, ahol horgászni fogok. Úgyhogy mehet is be a szerkó. Úgy oda, úgyhogy tényleg látszik, hogy alig pár méterre fogok csak pecázni. És akkor mehet is be szembe, azért egy támpontot belövök. És 8 gombócot fogok bedobni, illetve nem is 8-at, hanem 7-et. Amik így el vannak szépen lapítva, hogy ne guruljanak el. 6, és itt a 7. Ennyi. Szuper. Na hát el is kezdett cseperegni az eső, úgyhogy ernyőt szét kell nyitni. Oké. Na jó, a Taminek kár tenne az eső, az itt van az ernyő alatt. A kamerának a dolgai. Úgyhogy ennyi. Pont időben végeztem az etetéssel, a helykialakítással, elkezdett szépen cseperegni az eső. Jobbosbot, pontyozóbot bent megetetve, balosbot, busázó szintén megetetve, minden előkészítve, haltartó, bölcső, szálkok, úgyhogy jöhetnek a halak, és kezdődhet akkor a halfogás. Na végre az első. Szép lesz. Szép hal. Jól küzd. Szépen legörvítette a spiccet, ahogy kell. Itt is van egy szép 3-4 kiló körüli példány. És megvan. Hát akkor a mai nap első busája szágban. Szép példány. Hát van ez, több is lehet, mint 3-4 kiló. Hát szépen átütötte a száját. Azt mondja, hogy a hosszabb, a 10 cm-es előkére, illetve nem ez, nem is a 10 cm-es, hanem 8,5-9 cm-es előkét csípte el. Hát a mai nap első busája. Mert is a haltartóba bele. Megvan. Szép lesz. Ez igen. De keményen viszi. És ott van kint a sodrásban, a felszín közelébe. Nagyon jól tartja magát kint. És most horgot cseréltem egyébként. Megint sok kapásom volt, ami nem lett meg. Megint ezt a gamakacsú ágyet raktam föl. Elég vékony húsú, tehát fárasztásnál oda kell figyelni, hogy nehogy kihajoljon. Úgy de szép. Na hát íme a második busa a mai napon. Mehet is be. Ez az. Na, akkor jöhet a következő busman. Hát, ha most már beindulnának a dolgok. Úgyis van, már is ütötte valami a spiccet. Biztos, hogy van valami a kosár környékén, mert szépen bólogat a spicc, de
Ennek nem vágok be, mert ez nem nagyon szokott összejönni. Aha, na majd ennek most és nem. Hamar volt, nem, majd ha lehúzza rendesen. Nem szabad kapkodni. Ez igen, hú, de durva kapás volt. Hát lecseréltem a horgokat erre az A1-esre. Lehet, hogy vékony húsú, meg félő, hogy majd kihajlik, meg stb. De azóta jönnek a busák. Tehát ez a horog, ez biztos, hogy jó. Nyilván vannak mások, másfajta horgok is, amik jól működnek. Nyeletőféket kapcsolok. De ez biztosan jó. Egyértelműen látszik. És meg is van. Remek. Nagyon szép halő is. Becsületes méret. Következő busz már. Szuper. Akkor hajrá! Hát jöjjenek azok a busák. Ez a kapás is a semmiből érkezett. Nem nagyon volt előjele, hogy busák tartózkodnának a kosár közelébe, de a kapás az elég egyértelmű volt. A francba. Fon a zsinórnak ez a hátránya. Van egy kis csavarodás a zsinórba. Dobásnál már is problémát okoz. Úgyhogy megy majd vissza a 35-ös monofil. Nem jó ez a fonott, nekünk nem vált be. Ez hát legalábbis ez miatt. Úgy kell dobnom folyamatosan, hogy a zsinórnak mindenképpen feszesnek kell lennie. Ezt úgy oldom meg igazából, hogy rövidre hagyom az zászlót. Eldobom és hozom le a spiccet. Ne legyen ideje föllazulni a fonott zsinórnak, hanem ahogy a spiccet hozom lefele, folyamatosan szalad. Szalad kifele a zsinór, és akkor így nem hurkolódik vissza. Hát lelassultak az események, de hogy vajon miért, el nem tudom képzelni. Fél tíz lett, és leálltak a kapások. Olyan szépen be volt állítva a hal, egymás után jöttek, és valamiért megállt az egész, hogy miért, el nem tudom, nem tudom. Még szórok be négy gombócot, mennyi az idő, fél tíz. Remélhetőleg egy fél óra múlva vissza térnek a busák az etetésre. 10 óra, és akkor még egy ilyen másfél órát, két óra hosszát maradok, hát még 3-4 darabot sikerülne fogni. De meglátjuk, hogy hogy alakul. Hát valamiért teljesen itt hagytak. Hát nem is értem a dolgot, hogy mi történhetett. Egyik pillanatban még egymás után jöttek a kapások, most meg teljesen leállt az egész. A következő megvan. Ez igen. Ez aztán szalad. De keményen görbíti a vizet. Ezt az igen. Mindig nem sok közöm van hozzá. Na majd talán most. Kemény fárasztás. Ez is pettyes busa lesz. Látom, hogy ők azok, akik keményebben szoktak védekezni. Ah, is megvan. Ez igen. Hú. Ez a szép. Azt az eget. De kemény volt a fárasztás. Hú, de kellett húzni fölfele. Volt egy
időszakon éreztem, hogy pattog a kövezésen a zsinór. Sikerült feltépni, szinte muszáj volt keményen tolni. Hú, de jó hal. Hát szerintem a legnagyobb busám talán, amit eddig sikerült elcsípni. Most kell óvatosan horgot előszedni. Hát szerintem nem mérem meg, de 5 kiló körül biztos van. Na hát nem akarja. Jaj, most szép busa. Ú, a szegény nyalmám lett taposva épp. 10 óra izni akartam, hát majd meglátom, hogy menthető-e még. Kapás volt, hogy muszáj volt eldobni mindent egyből. Ment volna a bot befele, azt tuti. Nem sok etetőanyagom van már ezt a... Hát 2-3 dobásra való. Lassan 11 óra van. Igen, csak kisütött a nap. Kezd olyan meleg lenni, meg párás idő, a kis eső, ami volt. Nagyon tolja a meleget, úgyhogy nem fogok sokáig maradni, még 2-3 dobás és vége a mai pecának. Sikerült már fognom 4 nagyon szép busát, úgyhogy úgy érzem, hogy bőven megérte a mai nap is kijönni, és szép zsákmánnyal tudok haza térni. Akkor mehet be. A francba. De szép kapás volt. Na hát akkor utolsó dobás jön. Elfogyott az etetőanyag. Hát ha még sikerülne elcsípni vele egy busát, és akkor azt most már elrakom. Ilyen decemberi horgászvideó lesz belőle. Decemberben, januárra tartalékolok. Jó lesz visszanézni ezeket a nyári pecákat. Jó horgászatot zártam. Hát pontyot az nem sikerült fognom, kapásom se volt. Abszolút lehet, hogy elcsobogtam itt ezzel a nagy etetőkosárral, a busázós cuccal a pontyokat innen, és nem állt ki a kukoricás etetésre. A busa viszont szépen kiáll. 3-4-5 kiló környéki busát sikerült fognom. 5 kiló etetőanyag ment el. Megint ezt a kulkárpos busázó kaját használtam. Reggel 6 óra óta pecázok nagyjából, és most 11 óra van, tehát nagyjából 5 kiló ment el. Úgyhogy jó pece volt. Igaz, volt egy jó másfél-két órás volt időszak. Nem értem, hogy miért nem volt kapásom. Hogyha akkor is végig eszik, akkor azért ennél jóval többet tudtam volna fogni, de valamiért nem. Nem kajázott olyan 9-től olyan 10-ig semmi. 10-30-ig volt egy ilyen másfél-két óra. Semmilyen kapás nem volt, abszolút. Most kezdett el megint enni. Na mindegy, jó volt ez így is. Nagyon jó fárasztások voltak. Szép zsákmány. Ott van a haltartóba. Úgyhogy folytatása következik még mindenképp, de szerintem legközelebb a Tiszára megyek, és megpróbálok elcsipni pár pontyot ott a titkos helyemen. Úgyhogy ezzel most zárom is a videót. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!